megnyíltál, recseló örökké száll, az a vissza drága fél, melyet adtál bűnömért, gyógyír legyen örkömnek, bűntös háttól mentsen meg. Törvényednek eleget, bűnös szombat nem tehet. Buzgóságom égne vár, s folyna könnyen, mint az ár. Elég tételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Jövök semmit nem hozva, keresztedve fogozva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszállsz, nem hagyja bűn pihenést. Most le umád megemész. Imádkozzunk. Uram, be kell látnunk, hogy úgy van, ahogy énekeltük, hogy törvényednek eleget bűnös ember nem tehet, és nincs más reménységünk, mint hogy te teszel eleget, és te töltöd be bennünk, általunk a törvényt. Te akarsz megszentelni bennünket, hogy a mi életünk ne csak abból álljon, hogy engedetlenkedünk és lázadunk ellened, hanem hadd legyen a mi életünk benned győztes életté. Ezért jöttél, Urunk, és ezért fizettél értünk váltságot, hogy megvalósulhasson bennünk a te akaratod, amelyik szent és jó akarat, az a tőled való hatalom, Úr Jézus Krisztus, amit te mondtál, hogy azért jöttél, hogy betölt a törvényt. Köszönjük, hogy ezt egyen-egyen a mi életünkben is szeretnéd betölteni, ha mi megengedjük és elfogadjuk a te akaratodat az életünkre nézve. Ha hozzád térünk, ha átadjuk az életünket neked, akkor valóban bekövetkezhet ez az áldott dolog, amiért te jöttél, hogy megválts bennünket, hogy bocsánatot kapjunk, új életet, és ebben az új életben győzelmes életet élhessünk. Könyörülj így rajtunk. Amen. Ámos próféta könyvéből olvasom az igét, az 5. fejezetből. A 21. verstől olvasom. Tehát Ámos 5.21. Tehát ezt az Úr mondja Ámos által, amit most olvasni fogok. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom a lant pengetéseiteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és étel áldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában 40 éven át, Izrael háza, hogy közben hordoztátok királyotokat, cikkútot és kinyút a csillag isteneitek képmását, amelyeket ti készítettetek? Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek istene a neve. Ámos proféta Krisztus előtt a 8. században profétált, és a tudomány szerint
762-ben, tehát Krisztus előtt 762 évvel hangzott el ez a profécia Izraelben. Ámos proféta júdeai volt, és Isten Észak-Izraelhez küldte, Bételben profétált. Ez a bételi oltár arról volt híres hírhet, hogy első Jeroboám király, amikor elszakította a 10 törzset Dávid unokájától, Roboámtól, akkor hogy ne térjen vissza Izrael a Dávid házához, ezért Bételbe, amely az ország a legdélibb része volt, és Dánba, amelyik a legészakibb része volt, egy-egy aranyborjút állítatott fel. Az ember egészen megdöbben, hogy egy zsidó király, illetve egy izraelita király hogy tehet ilyet, hogy annak idején olyan mélységesen elítélt aranyborjukat állítja fel az országba, és ezért sokan nem is értették talán, hogy miért volt kemény ítélet a bételi oltár ellen, hogy ne járjatok Bételbe. Hát ezért, mert tulajdonképpen ott nem az igaz Isten tisztelték, hanem egy hamis Istent. És Ámos proféta is ez ellen az oltár ellen profétál, és amikor fellép, mint proféta, akkor a főpap elkergeti, és azt mondja, te nem profétálhatsz itt, mert ez az ország temploma, és királyi szentély ez. Tessék figyelni, hogy belevizték a politikát tulajdonképpen Isten tiszteletében, Isten népének a tiszteletében. Tehát Ámos proféta a bételi oltár ellen profétál, és fenyegető ítéletet hirdet, amiatt a kettősség miatt, hogy Izrael idegen isteneket tisztel. És ezért aztán kivívja a politika haragját, és a bételi oltár főpapja feljelenti a királynál, és tulajdonképpen elűzi az országból, és azt mondja, profétálgass Júdába, és itt nem profétálhatsz. És akkor azt mondja Ámos, hogy én nem vagyok proféta, hanem a juhok mellől hívott el engem az Úr. Tehát egy gazdálkodó ember volt, aki juhokkal foglalkozott, és fügét termesztett, és az Úr elhívta, és nagyon kemény ítéletet hirdetett emiatt a pogányság miatt, ami Izrael, Észak-Izraelben különösen is urrá lett. És ha az ember megnézi ezt a dátumot, hogy 762, 40 éve volt még Izraelnek pontosan. 40 éve volt, mert 722-ben elhurcolták Észak-Izraelt az asszírok fogságba. Beteljesedett mindaz a profécia, amit Isten Ézsaiás, vagy akár Hózseás, Mikeás, vagy itt pedig Ámos proféta által előre bejelentett. Nem vették komolyan Isten ítéletes szavát. És azért nem vették komolyan, mert tulajdonképpen úgy gondolták, hogy itt minden rendben van. Ünnepelünk, Istennek áldozatokat mutatunk be, megtartjuk a szokásos alkalmainkat, énekelünk, hangos éneklés is megvan, és az ember óhatatlanul arra gondol, hogy ugyanaz a helyzet ma is. Az Isten népe ma is nincs tisztában a dolgokkal. Azért nincs tisztában a dolgokkal, mert azt gondolják, hogy Isten az Isten tisztelettel, liturgiával, itt különböző zajos éneklésekkel és különféle ünnepségekkel, hogy így mondjam, ki lehet fizetni. Istent nem lehet kifizetni, nem lehet őt lekenyerezni, és ő rendelt el természetesen az áldozatokat, ő rendelt el az Isten tiszteleteket is, de azt mondja, hogy vigyétek el előlem ezeket, ahogy Ézsaiásnál is később azt mondja, hogy utálom az áldozataitokat, még a füstje is csavarja az orromat, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Ugyanezt hangzik el ugye itt előbb, Ámos proféta előbb élt, mint Ézsaiás, tehát már ekkor Isten egészen világosan figyelmezteti őket,
És ha a mai kereszténységet figyeli az ember, ha egészen a nagy katolikus egyháztól egészen a kicsi gyülekezetekig, vagy akár a szektákat is ide vehetném, egy nagyon-nagyon általános téveszme kezd elharapózni, ami egyre jobban elhatalmasodik a kereszténységen belül. Ez pedig az, hogy egy sikerevangéliumot hirdetnek. Tulajdonképpen azt akarják elhitetni az emberek, hogy minden rendben van. Ha te befogadtad az Úr Jézus, ha te gyülekezetbe jársz, ha te meg vagy keresztelve, ha megtartod az ünnepeket, itt minden rendben van. De így nem lehet hívő életet élni se. Annak idején nem lehetett, Izrael idejében, se ma. Tehát ezt kellene komolyan venni, hogy Isten hogy mondhat ilyet? Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük, rá se tekintek a béke áldozatra, amely hízlalt állatokból mutattok be, távozzatok előlem. Ez nagyon kemény beszéd. Tehát Isten, mint egy a vallásos embert kergeti el. Tehát nem lehet az Istent a vallás, hát nem arra való a vallás, hogy az Istennel kapcsolatot teremtsek. Hát arra való. Csak nem mindegy, hogy ezt hogy csináljuk. Tehát a kettőséget nem lehet játszani, és a magam életében is ezt látom, hogy nem lehet eltekinteni az Isten követelésétől. Azt mondja, a hangos éneklésetekkel távozzatok, hallani se akarom lant pengetéseiteket, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Tehát nagyon sokszor összeszorul a szívem, mikor hallom ezeket a modern rock énekeket, és akkor azt mondják, hogy az Urat dicsőítik. Mondtam már fiataloknak, valljátok csak be, hogy magatokat szórakoztatjátok. Ez nem az Isten dicsőségére van. És semmiféle álszent dolog nem az Isten dicsőségére van. Amikor az Istent megdicsőítette, az Úr Jézus ment a keresztre. Azt mondta, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ezt mondta, amikor ment a keresztre. Nem azzal dicsőítjük meg az Istent, hogy minél nagyobb ünnepségeket és minél nagyobb felhajtást csinálunk, hanem azzal, hogy engedelmeskedünk. Az Úr Jézus azt mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Most mondhatnám pont, ennyi. Hogy megtartjuk az ő szavát, parancsolatát, engedelmeskedünk. De annyira mélyen bennünk van ez a vallásos indulat, hogy de hát mi elrendezzük a dolgainknak. Majd én bemutatom az áldozatot, majd én eleget teszek az Istennek. Persze mi nem mutatunk be engesztelő áldozatokat, meg béke áldozatokat, mert hiszen ez megszűnt Jézus Krisztus óta. Ezt a keresztény egyház nem gyakorolja, de természetesen a zsidók se tudják gyakorolni, mert nincs meg hozzá a templomuk. Tehát ez megszűnt, és nem véletlen, hogy megszűnt, mert nincs szükség rá, hiszen Jézus egyetlen áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket, akik hisznek benne az ő áldozatába. És éppen ezt kellene megérteni, hogy nem én tudok az Istennek áldozatot bemutatni, hanem ő mutatott be. Helyettünk, értünk áldozatot. De ennek az a célja az ő részéről, hogy a törvénynek eleget tegyen az ember. Ha az ember végolvassa Ámos próféta könyvét, amit tessenek is megtenni, és a döbbenten tetszenek majd látni, hogy ha nem tudnánk, hogy mikor íródott a könyv, meg kihagynánk neveket, akkor azt mondanánk, hogy ez a mai magyar valóságról íródott. A kizsákmányolás, a munkanélküliség, a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, ebben a korban is. Egyszerűen az van, hogy aki gátlástalanul kizsákmányolja a szegényt, az meggazdagodik, aki pedig szegény, az még szegényebb lesz. Tehát tulajdonképpen ez mindig így volt. Isten, ha megfigyeljük az Ószövetséget, három nagy bűn miatt szokta elsősorban elítélni a saját népét. Az első mindig az idegen Isten, ugye a nagy parancsolat elleni bűn. A második a,
a házasságtörés és a paráznaság, a harmadik meg a kizsákmányolás, ami tulajdonképpen tönkre teszi a szegényeket, kizsákmányolja a kicsiket, az erőteleneket, és lehetetlenné teszi az életüket. És ezt vágja, hogy így mondjam, nagyon keményen a fejükhöz. A gőgöt, a beképzeltséget. És azt mondja az Úr, hogy jöjjetek csak Bételbe, és vétkezzetek. Ugye mondtam, ez a bizonyos oltár, ami az aranyborjúnak állítatott fel. Gilgálban vétkeztetek még többet. Hozzátok reggelenként áldozataitokat, harmadnapra tizedeiteket. Égessetek kovásszal készült hála áldozatot, és kiáltsátok, és hirdessétek, hogy önkéntes áldozatot hoztatok, mert így szeretitek Izrael fiai. Nem szép ez? Nagyon szép. Testem, hogy folytatja? Így szól az én Uram az Úr, én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapnivaló a városaitokban. Kenyérhiány volt minden helységetekben, mégsem tértetek meg hozzám. Aztán leírja, hogy nem adott esőt, megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával, kertjeitek és szöllőiteknek, fügefáitoknak, olajfáitoknak nagy részét leette a sáska, és így tovább, és mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr, és ez megismétlődik ötször, hogy mégsem. Tehát Isten olyan időket hozott, hogy magába kellett volna szállnia a népének, hogy miért van ez velünk, miért vannak ezek a nehéz idők, miért van ez a nyomorgattatás, és egyetlen célja volt Istennel, hogy vedd észre, hogy mibe vagy, és térj meg. És ez a három bűn, amit Isten itt is a fejükhöz vág, és mégsem tértek meg. Aztán a 12. versben ezt mondja, ezért bánok így veled, Izrael, mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael. Na most hát ez egy fenyegetés. Ez egy nagyon kemény fenyegetés, mert hát mi is? Mit jelent az, hogy készülj az Istened elé? Hát mert számon kér. Hát mit akar számon kérni? Hát az életemet. És nagyon érdekes ez a, hogy te. Ugye, hogy készülj. Mindig ez a második személy. És ez az egész Biblián véghúzódik, mert az ember szereti magát kivonni. És azt mondja, jó, hát ilyen a nép, de én. Én azért mégiscsak más vagyok. És így tovább. Tehát kivonjuk magunkat, és nem lehet kivonni magamat. Ki az a nép? Ki az a te? Hát én vagyok. Mert tulajdonképpen olyan, mint Izrael, vagy olyan, mint Isten népe, hát ez kiből áll? Hát belőled, belőlem. Olvastam egy kis történetet, hogy egy angol gyülekezet teljesen tönkrement. Egyébként, hogy mi van nyugaton. Angliában 1500 templom eladó. Nem tudnak vele mit csinálni. Mert nincs gyülekezet. 1500 templom. Már megtörtént, amiről azt mondták, ilyen sose lesz. Hamburg külvárosában már egy evangélikus templomot eladtak a mohamedánoknak, mecsetnek. Tehát elkezdődött ez a folyamat, és ez az ítélet jele. Tehát egy angol papa, melyiknek teljesen tönkrement a gyülekezete, és hiába tett akármit, nem jöttek az emberek. Erre kihirdette, hogy és meghívókat küldött, hogy jöjjenek el az egyház község temetésére. És aztán a templomba felravatolódott egy koporsót, hát az emberek jó hetsz, eljöttek a templomba, jó sokan voltak, és hát aztán felszólította őket a lelkész, hogy járuljanak a koporsóhoz, rá volt írva XY gyülekezet, és mindenki köszönjön el az egyházközségtől. Hát ezt is jó hesznek tartották, mindenki oda ment, de amikor beletekintettek a koporsóba, mindenki magát látta. Mert a koporsóba a lelkész egy tükröt tett. És ki a gyülekezet? Te. És ki a halott? Te. Tehát tulajdonképpen döbbenetes ez, hogy így beszél Istened, ki csoda az az Izrael? Ki az az Isten népe? Hát te, meg én. Tehát ennyire világos a dolog, hogy én nem húzhatom ki magamat. Annyira csodálatos, ahogy Dániel imádkozik.
Istenhez. Ő még szinte gyerek volt, amikor elhurcolták. És az egész népe bűnét magára véve imádkozik, mintha ő maga is részese lett volna a bálványimádásnak, a népe bűneinek, és úgy áll oda Isten elé, mint ha magára veszi a nép bűnét, és könyörög, nem vonja ki magát. Nem úgy imádkozik, hogy én egy kívülálló vagyok, és könyörgök ezért az én nyomorult népemért, hanem azt mondja, hogy mi. Tehát magát is belevonja abban, amit tulajdonképpen ő nem követett el. De tudja, ha felnőtt lett volna, ő is részese lett volna valószínű ennek a bűnnek. De minden esetre így kell gondolkodnunk Isten népe felől, és tényleg mindannyiunknak ítéletre kell menni. Készülj Istened elé, Izrael. Nem tudom, én sokszor átgondoltam, hogy hát egy napon meg kell állnunk mindannyiunknak Isten ítélőszék előtt. És ott mivel fogunk védekezni? Hol lesz ott az igazságunk? Mit fog nekünk mondani az Isten? Milyen törvény alapján ítélnek meg bennünket? Hát a 10 parancsolat alapján, az Isten törvénye alapján ítélnek meg bennünket. És már az első parancsolatról itt azt mondja, hogy hát hordoztátok a ti isteneteket, szikkútot és kínyót. Ugye két pogány isten. Megdöbbentő, hogyha az ember elolvassa az Ószövetséget, hogy Izrael minden nemzedéke újra és újra visszatért a pogányságba, a bálványimádásba. De sokan azt gondolják, ó, hát nálunk nem így van. Hát dehogy nem így van. Hát az emberek olyan hihetetlen módon elkötelezettek az ezoterika mindenféle csinya-binya irányába, hát ez ugyanaz a pogányság. Ugyanaz a pogányság. Tehát, ha éppen nincs neve annak az Istennek, de amit teszek, az a vérig sértem Istent, és tulajdonképpen az ő szentségét sértem meg, akkor ítélet alatt vagyok. Hát már Ézsaiásnál azt olvassuk, hogy elvetetted népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. Jelmagyarázókra hallgatnak, mint a filiszteusok. Tehát tulajdonképpen Isten azok miatt, a keleti szokások miatt. Hát ma is tele van az ország keleti szokásokkal. Mindenütt ott a horoszkóp, a csillag jóslásnak a formája. Minden, tessék elgondolni, egyszer rádöbbentem valamire hittanórán. Valamelyik gyereket megkérdeztem, meg van-e keresztelve. Azt mondta, hát ő meg van keresztelve is. Úgy eszembe jutott, megkérdezem, tudja-e kinek a nevére, vagy megkeresztelve. Azt már nem tudta. Hát akkor kérdeztem a többieket. Hát kiderült, hogy senki nem tudta. A legokosabb azt mondta, az apja nevére van megkeresztelve. De mindegyik tudta, hogy milyen csillagjegybe született. Mindegyik tudta, kivétel nélkül. Attól kezdve minden csoportban megkérdeztem, mindenütt ugyanez volt a helyzet. Mindenki tudta, hogy milyen jegybe született. Érdekes, én még most se tudom. Miért kell ezt egyáltalán tudni valakinek? Miért fontos ez? És azt miért nem tudja a gyerek, hogy kinek a nevére van megkeresztelve? Mert az otthon nem téma. Hát ez nem téma. És ez borzasztó, nem? És akkor mennyivel vagyunk jobbak a zsidóknál? Kezembe került egy rettenetes újság, olyan értelemben rettenetes, hogy ezek a szegény emberek tulajdonképpen időnként kiadnak egy újságot, akik elvesztették a gyerekeiket. Tehát olyan szülők, akik átélték ezt a borzalmat, hogy kicsi vagy nagyobb gyerekeket, hát el kellett temetniük, mert meghaltak. Most tessék meghallgatni egy ilyen édesanyját, mit ír. Hiszik vagy nem, lassan 10 esztendeje, hogy a rémálom 2000 március 20-án sima megfázások tünetekkel érkezett és beköszöntött hétköznapi életünkbe, és minden józan ésszel ellenkezve a 6 hónapos küzdelem után felül írta álmainkat. Hiába akartunk mi bármit, hiába küzdöttünk oroszlán módjára, és most tessék figyelni, hittünk az orvostudományba, az agykontroll,
a Gerson terápia, a New Age, a makrobiotika, az aurasoma, és az ima, és még sok minden más, hányféle dolog sorsfordító erejében. Hát ez van. Ugyanez volt a zsidóknak. Hát ott van az ima is, meg a Gerson terápia, meg a New Age, minden pogány dolog. És akkor mégis meghal a gyerek. Hát persze, hát hogy ne halna meg? Hát nem azt az Istent kérték meg, aki esetleg megmenthette volna, nem? Egy fiatal lelkész mondta el, hogy a gyülekezetében történt, hogy a gyülekezetben egy hölgy, aki magát még hívőnek is mondta, kislánya megbetegedett. Hát a körzeti orvosát meg felírta neki ezt a homeopátiás gyógyszert. De hát látszott, hogy a gyerekkel valami komolyabb probléma van, és a lelkész figyelmeztette ezt a fiatalasszonyt, hogy vidd el Pestre, vidd el komoly orvoshoz a gyerekedet, mert baj lesz. Hát nem, mert ő hitte be, hogy majd a homeopátia. És amire aztán oda jutott a dolog, hogy kiderült, hogy a gyerek tulajdonképpen leukémiás, mire Pestre vitte, azt mondták később. És meghalt a gyerek. Azt hiszem 11 éves vagy 10 éves gyerek. Tehát, és megmondták az asszonynak, tudtunk volna segíteni, ha idejébe hozzák. Na most ezek nem gyilkosok? Vajon? Az ilyenek? Akik ilyenekbe bíznak? Tehát nem gondoljuk, hogy Isten haragját vonjuk a fejünkre akkor, amikor okkult dolgokba, ördögi dolgokba bízunk, olyan emberek és olyan irányzatok és olyan hiedelmeket fogadunk el, ami pogány és idegen, persze, hát nem lehet. Ez is, meg az is, meg így is, meg úgy is. Nem lehet. Persze az orvoshoz el lehet menni. De amikor azt mondja nekem egy orvos, mert nekem is mondott ilyen bolondot egy belgyógyász, főorvos, hogy menjek a fülcsengésre, mert majd a természetgyógyász meggyógyít, akkor ő minekül ott? Na, akkor persze mondanak ilyen bolondokat, de hát akkor az ember nem megy, mert tudja, hogy az más terület. Tehát ezt tette Izrael is. Mindig összekeverték Isten tiszteletét a bálványok tiszteletével. Miért csinálták ezt? Tudjátok miért? A haszon miatt. Semmi más oka nem volt a haszon. A termékenységi isteneket mutattak be áldozatokat, mert azt gondolták, hogy akkor csak jobb lesz a termés, csak jobb lesz a juhok ellése, és így tovább, mert elhitték, hogy az a pogány varázslás az talán használ. Akkor mutassuk be, hát mit veszítünk vele. Hát az istenüket veszítették el vele. Hát ez nem úgy van, hogy én az ördögfőz fordulok segítségül, akkor Istennel megmarad a jó kapcsolatom. Hát hogy gondolhat valaki ilyet? Hát semmiképpen. Ézsaiásnak azt mondja az Úr, hát nem az ő Istenét kell kérdeznie a népnek. De ők jósokhoz, meg varázslókhoz fordulnak. Tehát nem lehet. És ez volt itt a legnagyobb probléma, hogy ez a kettőség, és ugye azt mondja, hordozzátok a kígyót, a csillagistenetek képmását, tehát fogságban fogtok menni. Na most, ugye ez lelki értelemben úgy van, hogy aki ilyet tesz, az már fogságba is megy. Mert az ördög fogságba ejt bennünket. Tehát nem lehet ezt játszani, tehát itt most ez tényleg egy szimbolikus és jelképes dolog, hogy Izraelnek fogságba kellett menni, de ha én egy okkult dolgot elkezdek gyakorolni, ezt magam is átéltem, saját magam is, elég volt csak egy ilyen gondolat átviteli játék, és csapdába estem. Tehát nem úgy van az, hogy ó, hát ez csak egy játék volt, ó, hát csak jósolgattunk, meg ilyet tettünk, meg olyat tettünk, ó, hát ezt nem kell komolyan venni, de az ördög komolyan veszi. Azt szoktam viccesen mondani, hogy egy katona elmegy az erdőbe gombát szedni, és az ellenség megfogja, fogságba esik. Magyarázkodhat, hogy ő csak gombát szedni jött. Elfogják,
Hát ugyanígy csinál az ördög is. Teljesen mindegy, hogy játékból teszem, vagy valami kis haszon miatt teszem, rám kattintja az ördög a láncot, és már is fogoly vagyok. Persze, a mi úrunk ezt a láncot le tudja törni, sőt azért jött, így mondja az ige, hogy azért jött az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát tulajdonképpen az én életemben, vagy a te életedben, akár melyikünk életében van szabadulás, van győzelem, csak át kell érezni annak a feszültségét, hogy ezt nem tehetem. Most ugye itt nagyon sokat hivatkoznak ez a rockzene, ez a úgynevezett keresztény rockzene kapcsán, én is már annyiszor megkaptam, hogy nincs az a semmi baj, meg különben is, meg a Dávid így, meg a Dávid úgy. Hát Ámos is hivatkozik. Azt mondja, hogy elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel danulásznak, és azt hiszik a zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek, ezért majd ők mennek a foglyok élén a fogságba. És vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Tehát egészen világos, hogy nem lehet ezt semmilyen tekintetben, ezt a kettőséget, és nem lehet magamat hasonlítani abban a szituációban, amiben nem vagyok. Hát Dávid milyen ember volt? Dávid nagyon alázatos ember volt, annak ellenére, hogy Izrael első embere volt, király volt. És amikor Isten megintette, akkor összetört a szíve. És akkor bevallja, hogy vétkeztem, azt tettem, amely gonosz a te szemeid előtt. És megaláztam magát Isten előtt, megtért. Tehát tulajdonképpen ezt akarja Isten elérni Izraellel. Azért beszél az ige keményen, az asszonyokat is nagyon elítéli, mert hogy az asszonyok biztatják, básáni teheneknek titulálja ezeket a gazdag asszonyokat, akik azt mondja, a férjeiket biztatják, hogy zsarolják ki a szegényt, és hogy hozzanak bort, és hogy a saját luxus kívánságaik szerint akarnak élni, és közben a szegény embernek nem jut. Tehát ugyanaz van, mint ma. És azt hiszik az emberek, a gazdagok, hogy ezért nem kell megfizetni. Meg fognak fizetni. Aki nem adja meg, azt mondja az úr, aki nem adja meg a napszámosnak a bérét, aki zálogba veszi a szegény ruháját, hát most gondoljatok ezeknek a bankoknak a dolgaira. Azt gondolják, hogy ezért nem kell megfizetni. Meg fognak fizetni. Hát ezt nem lehet csinálni. Hát ugyanerről szól az egész számos könyve. Hogy kirabolják a szegény embereket, zálogot szednek, azt csinálják, elveszik a földjeiket, dolgoztatják rajta, és még bérleti díjat fizetetnek velük. Tehát hihetetlen gonoszság, és ezen meggazdagodnak, azt mondja, ti fogtok a fogságba menők élén menni. És úgy sajnálom, hogy sok keresztény fiatal, kereszténynek mondott fiatal életcélja, hogy meggazdagodjon, hogy milliómos legyen. Miért? Azt hiszi, akkor boldog lesz. Egyáltalán nem lesz boldog. Egyáltalán nem lesz boldog. Ismerek ilyen sikerembereket, nem boldogok. Nem boldogok, mert belül nyugtalan a szív, békétlen, nem boldog. Tehát ne gondoljuk, hogy a kereszténységet össze lehet keverni a pogánsággal, és ne gondoljuk azt, hogy a keresztény életgyakorlattal, hogy így mondjam, be lehet fedezni az egyébként megtérni nem akarom szívem bűneit. Tehát nagyon sokszor úgy gondolkodunk, ahogy szokták viccesen mondani régen a kollégáim az erőműbe, mikor valami nagy disznóságot csináltak, nem baj, majd meggyónjuk, és ezt így ilyen lazán, majd meggyónjunk. És akkor? Hát az Isten valóban megbocsátja a bűnt. Valóban, ha megtérek belőle. Ha megtérek belőle. Ezt soha nem lehet kihagyni, hogy ahogy Jézus mondja a házasság törésen ért asszonynak, hogy hol vannak a te vádolóid, nincsenek, Uram. Én sem ítélek el,
menj el, de többé ne vétkezz. Tehát a megtérés lényege, hogy kérem az Úr szabadítását, hogy ne kelljen elkövetnem újra és újra azokat a bűnöket. Persze előfordul, megint belebukok, de akinek a szívében ilyen lazán az van, hogy nem baj, majd Istennel elrendezem, majd elmegyek a templomba, tizedet adok, ezt teszem, azt teszem, bemutatom az áldozatokat, de eszem ágába sincs az életvitelemmel megváltoztatni, nincs bennem igazi töredelem, nem alázkodok meg az Isten előtt, nem veszem komolyan a bűnkérdést, csinálhatok én akármit. Gyönyörű liturgiákat meg, düböröghet a zene, és akkor velünk van az Úr. Ha nincs velünk, azt mondja, nem. Mert tudnélik a megtérés lényege, hogy én mentem el Istentől, nekem kell visszatérni hozzá, az én szent Uramhoz. Tehát nem úgy van az, hogy én nem vagyok a helyemen. Tehát Isten a helyén van, csak én nem vagyok a helyemen. És a megtérés azt jelenti, hogy oda menni hozzá, és ő szentel meg. Tehát egy zsidó ember számára ehhez azt gondolom, hogy elég melbevágós dolog, az egész Ámos könyve melbevágós dolog, de az, hogy nem utasd be az áldozatot, hogy nincs értelme az Isten tiszteletnek, egy zsidó ember számára a vallásos élet középpontja, annak nincs értelme? Hát, ha meg nem térek, akkor nincs értelme. Amikor Jeremiásnak mondja az Úr, hogy mondja meg a zsidóknak, hogy ne bízzanak ilyen hazug ígéretekben, tudnék azt gondolták, hogy az Úr temploma van itt. Tehát ide nem jön be a babiloni király, itt nem fognak a babiloni csapatok győzni, hiszen itt az Úr temploma. A földön nincs több temploma a hatalmas teremtő Istennek, csak itt Jeruzsálembe. Erre azt mondja az Isten, hogy ebben ne bízzatok. Mert ti rablók balrangjává tettétek ezt a házat, majd én is annak nézem, mondja az Úr. És annak nézte, és leromboltatta a templomát, a saját templomát. Tehát nem lehetett megkötözni az Urat azzal, hogy hát itt van az Úr temploma. Igaz, hogy mi nem úgy éltünk, igaz, hogy fütyültünk a törvényre, de hát itt az Úr temploma, velünk baj nem lehet. És annyira döbbenetes, hogy Isten hogy vitte őket ítéletre, végig figyelmeztette őket. Na és amikor már látták, hogy körbe zárták Jeruzsálemet, és most már akkor végre elhitték, hogy ennek a Jeremiásnak csak igaza van, hát itt van a Nabukadnezár, most nincs tovább. Erre szombatévet tartottak, és elengedték a rabszolgáikat, felszabadították őket, elengedték, rendezték a dolgaikat, elengedték az adósságokat úgy, ahogy ezt Isten előírja a szombatévbe. Elvonult Nabukadnezár, mert megtámadták. Ahogy elvonult Nabukadnezár, visszavették a rabszolgákat. És akkor azt mondta az Úr, na, én is ezt fogom tenni most veletek, hogy visszajön Nabukadnezár, és nem lesz irgalom, hogy ti nem voltatok irgalmasok a rabszolgáitokhoz, az adósaitokhoz, én sem leszek hozzátok irgalmas. Tehát nem lehet játszani Istennel, hogy jó, hát most megcsináltuk ugyan a törvényt, mert itt szorongatott bennünket ez a hadsereg, elment, akkor minden vissza. Hát így nem lehet. Na most nagyon sokszor én a saját életemben is látom, hogy ezt a lazaságot, hogy mennyire a természetem része, hogy könnyen, amikor baj van, amikor Isten rám terheli, akkor komolyan veszem, aztán amikor úgy minden a helyére kerül, akkor meg olyan lazán visszacsúszok. Ez nem lehet. Nem mintha nekem most fogcsikorgatva sikerülne megtartani a törvényt. Nem tudjuk megtartani. Akkor miért mondja ezt Ámos, hogy tehát ne az Isten tisztelet, ne az áldozatok, ne a lampengetés, ne a hangos éneklés, hanem mi legyen? Azt mondja, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Na most a törvényről, itt milyen törvényről van szó? Természetesen Isten törvényéről. Tehát így is mondhatnám, a 10 parancsolatról van szó, de ez több, mert a zsidók, mikor azt mondják, hogy a törvény, akkor a Mózes 5 könyvére gondolnak, úgy hívják, hogy Tóra, ami azt jelenti, hogy törvény.
Tehát a Mózes öt könyve, így lehetne lefordítani a mai keresztény ember számára, hogy az ige, hogy áradjon az Isten igéje, mint a bővízű patak. Jézus ahhoz is hasonlítja az igéjét a vízhez, tehát az élő vízhez, tehát na de mit lehet tenni? Jézustól azt várták volna, hogy törölje el a mózesi törvényt. És akkor mit mond a törvény magyarázatban, Máté 5-ben? Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Na most ugye, hát miért kell ehhez annyira ragaszkodni? Isten miért ragaszkodik hozzá? Hát azért, testvérek, mert nem lehet normális életet élni, hogyha mi egymás érdekeit nem veszük figyelembe. Tudnélik, a törvény lényege a szeretet. Így mondja Pál apostol, hogy a törvény betartása szeretet. Így foglalja össze a törvényt már Mózes: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és fele barátodat, mint magadat. A szeretet. Tehát tulajdonképpen, mi nem élünk szeretetben, és ha nekem nem első helyen Isten a legfontosabb, ha én nem kötődök hozzá imádattal, nem fogom tudni szeretni az embertársaimat, csak magamat. Mert aki Istent nem imádja, tudjátok, kit imád? Magát. És aki magát imádja, az nem fogja imádni, szeretni se Istent, és nem fogja szeretni az embertársait. Ha én magamat imádom, nem is tudom miért, mert az imádatom helyén én vagyok, nem pedig az Isten. És itt már meg is bukott az egész, és tulajdonképpen miért kell nekünk Istent imádni? Én emlékszem, mikor ilyen kis fiú voltam, és hát ugye a rákos idők, meg a nagy sötét korszakok, és háborúk, és erőszakos rendszerek követelték, hogy valóságos imádat legyen ezek iránt, az emberek iránt. Hát én tudom, hogy micsoda versek jelentek meg, hogy Sztálinnak olyan verset írtak, hogy miattad kell fel a nap, meg, tehát ami az Istenre vonatkozik, azt. És tényleg imádni kellett Sztálint. Hát ilyen rigmusok voltak, hogy nem kell nékünk az Isten esője, mert hoz esőt a Sztálin repülője. Tehát én bennem annyira bennem volt gyerekkoromban valami szinte gyűlöletes indulat a minden ilyen felülről való diktatúra iránt. Emlékszem, hogy valami ünnepségre készültünk az iskola énekkarral, és a Sztálin kantátát kellett volna énekelni, ami Sztálin nevérevel munkára készült, és én megtagadtam, pedig nem voltam ilyen különösebben engedetlen gyerek. Inkább hagytam, hogy kirúgjanak az énekkarból, akkor se énekeltem. Tehát, és döbbenten látom, hogy a Biblia meg hány helyen mondja azt, hogy dicsőítsd a te Uradat, Istenedet. Hát mondom, hogy Isten is ezt akarja. Hát az Istent is úgy kell dicsőíteni, mint ezeket a zsarnokokat. Nagyon zavart. Aztán rájöttem. Hát azért vannak a zsarnokok, mert nem imádtuk Istent. Camus, ez a francia filozófus, azt mondta, hogy alibi az ember zsarnokoknak. Mert ha az ember elfordul Istentől, akkor ott van, hogy ők istenkednek. Ha nem, ő, nem Isten a mi Istenünk, akkor majd ad nekünk az ördög isteneket, akiket aztán imádtat velünk, Hitlereket, Sztálinokat, meg a többi hasonlót. Tehát nagyon komolyan meg kell érteni, hogy igenis Isten méltó a dicsérete, a hálára, az imádatra méltó. Mert nem csak azért, mert ő teremtett engem, és az életem tőle van, hanem azért is, mert megváltott engem Jézus Krisztus által. Az ő életét adta. Most gondoljatok egy ilyen Isten, aki az életét adja, érted? Hát az nem érdemli meg az imádatot. Hát csak ő. És amikor ezzel tele van a szívem, akkor egy más helyzetbe kerülök. Átárad az ő szeretete, és akkor tudom szeretni az enyémeket, akkor tudom szeretni még az ellenségemet is. Tehát valami egészen más helyzetbe kerül, na de hogy történik ez? Megtérek hozzá.
mert csak a vele való életközösségbe valósul meg, hogy a törvényt ki fogja megtartani? Hát nem én, nem tudom. Hanem az a drága Krisztus, akit befogadtam az életemben, ő fogja megtartani bennem a törvényt, mert másképp nem megy. De igenis arra van szükség, hogy a törvény áradjon. De Pál apostol azt mondja Róma 7-be, hogy látok egy törvényt a tagjaimba, ő a Szent Pál apostol mondja, látok egy törvényt a tagjaimba, ami rabulált engem a bűnnek. Ez a bűn törvénye, a bűn és a halál törvénye. Ez törvény. Ez bennünk lévő törvény. Ezért nem tudom megtartani. Sőt, így mondja Pál, hogy a törvény jó és lelki, én meg testi vagyok. Tehát itt van egy olyan ellentmondás, és a vallásos ember ezt nem akarja megérteni. Hát vagyok én olyan, hogy meg tudom tartani. Mondják meg, hogy mit kell, én meg majd megcsinálom. De nem megy. Hát ez nem megy. Én megpróbáltam, nem megy. Egyszerűen nem vagyunk képesek rá. De hát, hogy is lennénk képesek rá? A romlott természet. Na is megint nagy vita, hogy mennyire romlott, meg mennyire nem, meg hogy én is olyan romlott vagyok, az lehetetlen. Hát bizony, nem így van. Hanem olyan romlott az ember, hogy képtelen megtartani. Ugye vannak szituációk, amivel az ember olyan jó el van. Egy szeretetteljes család légkörében nevelkedik valaki, pláne asszonyok szokták ezt igazán átélni, hogy nincsenek kirívó bűneik. Ezt az én nagymamámnál láttam. És akkor mind a kettőnél ezt láttam, hogy egyszerűen nem voltak kirívó bűnei. Annyira rendes asszonyok voltak, hogy tényleg úgy azt lehet mondani, hogy és mit mondott a papné, nagymamám, református papné volt, mit mondott? Fiam, tudod, elmondtam, milyen vallásos vagyok, minden, tudom, hát láttam, minden nap olvasta a Bibliát, imádkozott, minden vasárnap ott volt a templomba. Azt mondta, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Ezt mondta, hogy de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Már pedig ez onnan fakad, hogy nem érezte magát bűnösnek. Onnan fakadt. Másik öreganyám meg is mondta, hogy lehet, hogy Pál apostol bűnös, de én nem. Hát akkor meg minek a megváltás, nem? Ha nem vagyok bűnös, mert akkor én igaz vagyok. Most itt óriási csalás csodörögnek, mert ugye mi férfiak egy kicsit, vagy nagyon sokkal gorombább légkörben növekedünk fel általában, pláne még katona is az illető, hát belekerül olyan dolgokba, ott aztán nem mondhatja, hogy nem vagyok bűnös. És sokszor az asszonyok is belekerülnek olyan szituációba, hogy nem mondhatja, hogy nem vagyok bűnös. De hát tényleg akkor egy ilyen jó asszonya mi lesz? Aki nem tudja magát bűnösnek látni, hanem úgy érzi, hogy megtartotta a törvényt. Rosszul értelmezi. Úgy, mint a zsidók. A zsidó rabik úgy értelmezték, magyarázták a törvényt, hogy csak az a házasságtörést, amikor tetlegesen elkövetted a paráznoságot. Mit mond Jézus? Ha valaki bűnös kívánság okából asszonyra tekint, már paráználkodott vele az ő szívébe. Vagy aki ugye haragszik az ő atyafirjára, embergyilkos, hogy mondta ki? Hát azért, mert végül is igaz, hogy sok haragó ember, meg gyűlölködő ember nem emelkezett a másikra, mert okos. Mert tudja, hogy nem fogok én ezért börtönbe ülni, de leszámol azzal az emberrel. Megszakítja vele a kapcsolatot. Többet az ő számára az az ember szinte nem létezik. Végzett vele. No, tetszenek érteni ez lelkileg, miért ilyen kemény Jézus? Tehát meg akarja értetni velünk, hogy vizsgálj csak meg a szívedet? Milyen indulatok vannak benne? Milyen kívánságok? Milyen képek? Milyen a belső lelki világod? Ezt akarja mondani, mert a törvény lelki.
És akkor azt mondja, hogy folyjon a törvény, mint a bővízű patak, mint a víz, az igazság, mint a bővízű patak. És tényleg mi az igazság? Hogy vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. Aztán vannak ilyen vallási zsenik, akik meg tudják oldani, mint a katolikus hivatalos szentek. Jaj, nem. De hogy tudnak? Hogyha valaki elolvassa István király életét, akkor rájön, hogy most akkor ő miért is szent. Ugye? Tehát tulajdonképpen az ember látja ezt az indulatot, meg a szituációban, hogy milyen is ott belül az én világom, az a belső lelki világ. Hát megváltásra szoruló világ ez. És a megtérés tulajdonképpen nekünk, mármint a mai embernek, aki Krisztus után 2000 évvel él, sokkal jobban meg lehetne érteni, mert a keresztre kell csak nézni. Mert akkor értem, hogy Jézus miért is szenvedett. Az én bűneim büntetését vette magára. És ha hagyom, hogy a Szentlélek meggyőzzön engem bűntekintetében, mert mit is jelent az, hogy folyik a törvény, mint a víz, mint az igazság, mint a bővízű patak, csak a Szentlélek tud engem bűntekintetében meggyőzni. Senki más. Egyszer egy idős asszony meglátogattam, teljesen nyomorék volt, olyan értelemben mozgásképtelen volt, teljesen az eszénél volt, egy jó eszű asszony volt, és hát úgy találtam rá, hogy benne volt a névsorban, és sose láttam, hát fölkerestem. 2,5 órát mondta az életét. Aztán utána én is szóhoz jutottam, gondoltam, egy kicsit beszélek Jézusról. Rögtön belevágott a szavamba, én bűnről egy szót nem szóltam. Rögtön belevágott, hogy ő nem bűnös. Ahogy elkezdtem Jézusról beszélni. Én föl tudtam volna sorolni a bűneit. 2,5 óra alatt elmesélte, hogy miket csinált. Én el tudtam volna így mondani, hogy tetszik tudni. Ez is bűn volt, ez is bűn volt, ez is. De ez nem az én dolgom. Ez nem az én dolgom. És akkor, hanem a Szentléleknek a dolga, az igének és a Szentléleknek a dolga, hogy őt bűnössé tegye. És én azt kértem, hogy megtenne valamit nekem, ha kérnék. Ő mit tud megtenni? Hát mondom, ezt meg tudja. Imádkozzon azért, hogy lássa meg a bűneit. És 2 hét múlva, amikor újra mentem, összecsapta a kezét, és azt mondom, na ezt az imádságot meghallgatta az Isten. Tehát az embert Isten meg tudja győzni. Én nem. De nem is az én dolgom. Az ige. Elolvassuk az igét. Látjuk ezeket a dolgokat, hogy mit csináltak a zsidók. És miért haragudott meg rájuk az Isten? Hát mert azt hitték, hogy Isten ki lehet fizetni egy kis áldozattal. Igaz, hogy kizsákmányoltam a munkásaimat, igaz, hogy rabszolgává tettem a zsidó testvéremet, igaz, hogy megcsaltam a feleségemet, igaz, hogy, mert itt azt elmondja, hogy milyen állapotok vannak, hogy az apa és a fiú egy nőhöz jár, szépen a fejükhöz vagdalja Isten minden gyalázatos bűnöket, és azt mondja az Úr, hogy na hát ez a bűnöd, tehát térj meg. És térj meg. Azt mondja, adtam rátok büntetést, nehezeket, és nem akartok megtérni. Így mondja, de mégsem akartok megtérni. És olyan jó, hogy és mi van, ha megtérek? Ha fölteszem ezt a kérdést, mi van, ha megtérek? Hát testvérek, akkor egy olyan bensőséges kapcsolat alakul ki Isten és az ember között, amiben a Szent Isten megszentel engem. Ahogy Péter mondja, az újfordítás szerint, Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szívetekbe. Ő szentel meg. Ő tud engem a bűntől megvédeni. Ő érte van bocsánat is. Mert az elkövetett bűnökre igenis kell a bocsánat, tehát az az égő áldozat az azért kell, meg a béke áldozat is, mert miről is szól a kettő. Az egyik arról szól, hogy az elkövetett bűneimért bemutatom az áldozatot, így, a zsidónak így kellett tenni, és a béke áldozat meg azt jelenti, hogy kibékülök az Istennel, miután megbocsátott. Na most ugyanez van manapság is,
ugye így mondja Pál apostol, hogy az Isten szerelmére kérlek titeket, béküljetek meg az Istennel. Hogy békülhetek meg az Istennel? Ha elfogadom Jézus Krisztus engesztelő áldozatát az én konkrét bűneimre. Én akkor, és elfogadom őt, hogy ó Uram, bárcsak igazán a szívembe költöznél, és hogy ne kellene újra és újra ugyanazokat a bűneket elkövetnem. Mert sajnos ezt is átéljük. Tehát ilyen értelemben az igazság, a bővízű patak, az ige és a Szentlélek. Ezt jelenti ez a bővízű patak. Mert Isten tudja csak az igazságot elén tenni. Hogyan? Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az én igazságom. És komolyan, hát ezzel szeretném befejezni, hogy ez az Ámos korabeli zsidó nép ugyanúgy nem értett az egészből lényegében semmit, mint ahogy egyik nemzedék se, csak kevesen. És olyan megdöbbentő ez, hogy miért csak kevesen? Hát miért nem mindenki? Azért nem akarunk megalázkodni, mert én láttam sok embert, akit eltalált az ige. Lehetett látni, eltalált, magába szállt, aztán megrázta a fejét, aztán azt mondta, nem olyan nagy dolog ez. Mások se jobbak. Hát persze, hogy nem jobbak. Világos, hogy nem jobbak. Ezért kell mindenkinek megtérni. Tehát az, hogy ki éppen hol tart a lejtőn, az egy, megint egy dolog. De nem ez a baj. A természetemmel van a baj. Sokan azt mondják, hogy ó, hát én olyan kevéske kis jelentéktelen bűnt követtem el az életembe, ahogy idéztem ezeket a kedves asszonyokat. Ott van Simon farizeus és a bűnös nő. Azt mondja neki az Úr Jézus, Simon, van valami mondani valóm. Egy embernek van két adósa. Az egyik 50 pénzzel, a másik 500 pénzzel tartozik. De egyik sem tud fizetni. Tetszenek érteni? Itt aztán érésbélhetjük, hogy bizony a rablógyilkos az nagyon sok pénzzel tartozik. Lehet, hogy te csak 50 pénzzel. Mert valóban lehet. Tessék elhinni, hogy a jól nevelt vallásos emberek tényleg jobbak, mint azok, akiket sehogy se neveltek. De egyikünk sem tud fizetni a bűneinkért. A megromlott természetét nem lehet megnevelni az embernek, az nevelhetetlen, az csak újonnan lehet teremteni. És ezért mondja Dávid, hogy teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, teremteni kell, mert nincs. Tehát azoknak a jó embereknek se tiszta a szíve. Hát ott volt ez a Simon farizeus, azt vizsgálgatta Jézuson, ha ez lenne az a proféta, tudná ki ez a nő, aki hozzáért. Ott volt a rossz szíve, olyan rossz indulat volt benne. Az a bűnös nő meg ott zogogódott Jézus lábainál. Hát mondja, több bűne bocsátatott, meg jobban szeret. Most itt van az a probléma, hogy a látszat megcsal, és akkor nem elgondolom, hogy én, ó, hát ez a pár bűn, ezt majd lehet rendezni. Nem lehet, kifizethetetlen. Olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla, mondja a 49. Zsoltár. Mit adhat az ember váltság díjról az Istennek az ő lelkiért? Semmit. Olyan drága az élet váltsága, hogy kifizethetetlen. Ezért nincs más megoldás, mint akkor is, most is megtérni. És Isten beleink plantálja Krisztus természetét a Szentlélek és az ige által, és akkor magad is csodálkozni fogsz, mikor egy-egy szituációban nem úgy viselkedsz, ahogy régen szoktál, hanem békességed van, hanem tiszta a tekinteted, és így tovább. Mondhatnám, mai ember, ó, sokkal könnyebb helyzetben van. Hát micsoda bűnökbe mennek bele fiatalok, az hihetetlen. Gyerekkorukban már. Nézik ezeket a mocskos pornófilmeket, stb. Olyan tisztátalanságokban vannak benne már kis fiatalok, hogy rettenetes. Na persze régen is volt, de most ez tömegjelenséggé lett. És akkor mégse akarnak megtérni. Tehát az igazság kérdése.
az iskolában a gyerekektől mindig meg szoktam kérdezni a kicsiktől, hogy bűnösnek érzi, hogy te bűnös vagy. Igen, a 6 éves, 7 éves gyerek azt mondja, igen. A 70 éves meg azt mondja, nem. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy ne veszítsük el azt a lelki érzékenységünket, hogy Isten tudjon velünk beszélni, a szívünkre tudjon beszélni, hogy meglássam Isten előtt, milyennek lát engem az Isten. Nem az a lényeg, hogy a szomszéd milyennek lát, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Isten hogy lát engem, ő milyennek lát. Hát azt meg az igéből érthetem meg. Lapozok itt egy éneket másoltam le, nem erre az alkalomra, de eszembe jutott most, hogy itt van a Bibliámban, de lehet, hogy nem találom meg, hogy így kezdődik ez az ének, hogy ki vagyok én, és kinek lát engem az Isten. Tehát ezen mondjuk. Nem azon, hogy én hogy ítélem meg magamat, meg a szomszéd, hanem hogy kinek lát engem az Isten, és aztán ott elmondja, hogy igen, megromlott, bűnös vagyok. Tehát Isten így lát engem. És hát ezért nem lehet másképp csak megtérni. És ezért lehet mégis óriási reménysége a Krisztus hívő embernek, mert ő megigazít minket. Ő megigazít. Ő így mondja Pál apostol, hogy Krisztus minek adatott nekünk? Váltságul, szentségül, igazságul. Tehát ő az én megváltóm, ő az én igazságom, és ő az én megszentelőm, aki meg is szentel engem. És Jézus a törvénnyel kapcsolatban azt mondta a tanítványoknak, ha a ti igazságotok messze fölül nem múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Tehát a vallásos igazság kevés, amit én tudok fizetni. Hát mi akkor a tanítvány igazsága? Hát a Krisztus áldozatában, az ő megváltó kegyelmében lévő örök igazság, a kegyelem, a megbocsátás, a kegyelem és a Krisztusban elrejtett élet. Imádkozunk. Urunk Istenünk, te látod, hogy mennyire rá szorul a mi életünk a te kegyelmedre, a te áldozatodra, a te megszentelő munkádra. Nem arra, hogy mi mit csinálunk, hogyan mutatunk be neked áldozatot, hogyan vallásoskodunk, hanem minden azon múlik, hogy te mit tettél értünk, és áldunk, hogy te mindent megtettél a mi üdvösségünkért. Ott, hogy kódus szívvel tudjunk előtted megállni, hogy mi is úgy tudjunk könyörögni alázatosan, ahogy Dávid, hogy teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, és ne vess el engem orszád elől, hanem Jézus áldozatáért bocsáss meg nekem, és hadd éljük át azt a győzelmes életet, amit Úr Jézus veled együtt, a veled való élő közösségben mindegyikünk megkaphat, átélhet. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Azt az éneket énekeljük, azt hiszem a 29-es ének. Azt az életet vágyom élni, ma megyekelem, küzdni egyre nem hely.
Isten